Már egy hete tart a szűrés Bonyhádon a pedagógusok körében. A tesztek elkészítését önként vállalták, érezvén ennek fontosságát. A dolgozók biztonságban érzik magukat, a szemük előtt történik a mintavétel és a tesztek leolvasása. Múlt héten volt 2 pozitív eset a mintavétel során a bonyhádi óvodák egyikében. A védőnők csak a kisgyermeknevelő intézményekben végzik a szűrést, minden héten csütörtökön. Naponta átlagosan 60-70 ember tesztelése zajlik. A polgármester asszony személyesen felügyelte a védőruhák kiosztását, jelenleg a szájmaszkok, pajzsok, gumikesztyűk mind rendelkezésükre állnak. Ez hasonlóan működik, mint egy terhességi teszt. Hogy levesszük a garatból a váladékot, kicsepegtetünk egy pipettába a reagenst, abba ezt a váladékot feloldjuk, és onnan kicsepegtetjük erre a tesztre, és egy kontrollcsiknak meg kell jelennie, hogyha jól végeztük a feladatunkat. Ez esetben negatív, ha pedig megjelenik mellette a tesztcsik, akkor pozitív az értékelés. Ha nincs kontrollcsik, akkor újra meg kell ismételni a vizsgálatot. Szerencsére nem volt ilyen, tehát elsőre sikerült eddig mindenkitől kellő vizsgálati anyagot venni. A szakemberek elmondása szerint, ha hátrahagyjuk a fejünket, becsukjuk a szemeinket, miközben végzik a vizsgálatot az orron keresztül, akkor egészen egyszerűen és kellemetlenség nélkül zajlik a mintavétel folyamata. Ha valakinek pozitív lesz a tesztje, akkor a házi orvosával fel kell vennie a kapcsolatot, és a további teendőket az ő irányításával kell végrehajtani. A gyerekeket meg kell tanítani nagyon pici kortól most már arra, hogy hogyan kell kezet feltöteníteni, hogyan kell a higiénés szabályokat betartani. Ők is nagyon jól tudják, hogyha köhögnek vagy betegek, akkor nem megyünk közösségbe, és mi ezeket a szabályokat nagyon már olyan korban megtanítjuk, amire esetleg régebben a járvány előtt nem is jutott eszünkbe, meg nem is gondolkodtunk, hogy kézfertőtlenítés, hogy az a fertőtlenítő olyan biztonságos helyen legyen, hogy egész nap ne parcsolhasson az a gyerek vele. Tehát azért itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy azért ők mégiscsak pici gyerekek. A szülők is megnyugodhatnak, hogy gyermekük környezetében zajlik a folyamatos szűrés, és ha szükséges, akkor megtörténnek az intézkedések. A csütörtöki napra 32 dolgozót regisztráltak kötelezően a teszt elvégzésére. A védőnő szerint örülnek a családok, hiszen biztonságos környezetben tölthetik napjaikat a kisgyerekek. Beréti Tímea elmondta, nekik kötelezővé tették a heti szűrést, mert ők egy időben végzik a tesztelést, és a védőnői feladataikat is, így kiemelten fontos az óvintézkedés. Minket is tesztelnek, tehát nyilván mint egészségügyi dolgozók, meg mint akik tesztelők, nekünk is ez elő van írva, és számomra, tehát én jobban tartottam tőle, jobban kellemetlennek tartottam, mint amilyen valójában volt. Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős államtitkár korábban elmondta, hogy az oktatók első heti tömeges tesztelésén a résztvevő óvodai pedagógusok közül 811-en bizonyultak fertőzöttnek. Ez összességében a 200 ezer intézményi dolgozó 2,3%-a, ami alacsonynak tekinthető, és a járványhelyzet stabilizálására utal. Ennek ellenére minden pedagógust arra bíztat, hogy vegyenek részt most is a tesztelésen, ahogy első alkalommal is szép számban tették, amikor is az óvodai dolgozók 74%-a vállalta a szűrést.